Ma már hárman számolunk be az élményeinkről, kiegészültünk két diákkal, illetve új rovatok is lesznek, mától kezdve lesznek nézői levelek, valamint lapszemle. Ezen kívül természetesen beszélek majd sokat a Teamsről. Sziasztok, ez itt a vlog második része, a nevet még mindig keressük, majd szavazatok róla a Facebook oldalamon. Kicsit csúszunk a megkeretett 6 órához képest, volt egy kis gondunk a hanggal. Gondolkoztam, hogy most mi legyen, legyen-e az, hogy kirakjuk hang nélkül, vagy inkább kicsit később hanggal együtt, de inkább mi végül az utóbbi mellett döntöttünk, de a jövőben szeretnénk 6-tól jelentkezni. Nagyon sok visszajelzést kaptam, üzenetek érkeztek, nagyjának is nagyon tetszett az adás. Most ugyanakkor azért egy-kettő tanár kollégának a gondolatét osztanám meg, és azokra reflektálnék. Ez egy ilyen nézői levelek rovat lenne mostantól minden adásban. Egy tanító kolléga azt mesélte, hogy kitaláltak szuper projekteket a tanító párjával, az egyikük arra gondolt, hogy angolul megírják a bevásárlólistát, a másik pedig az otthoni receptekből, amit főznek otthon, vagy amit csak fellelnek, ugye ebben a korosztályban jellemzően van valaki otthon, meg valamit esznek, ahhoz képest megnézik, hogy milyen hozzávalók vannak, és a mértékegység átváltásokat gyakorolják. Ami szerintem tök szuperül hangzik, kimondottan otthonról elvégezhető, életszerű, nem időhöz kötött, meg lehet jól oldani. Ehhez képest aztán azt kapták, hogy a tanmenetet szigorúan tartani kell, még talán szigorúbban is, mint általában, mindent rendesen dokumentálni kell, hogy szó sem lehet arról, hogy ez szokásostól eltérő projekteket kipróbáljanak. Ez egy nagyon dühítő helyzet, én azt tanácsoltam ennek a kolléganőnek, hogy ne hagyja annyiban ezt az egészet, tegye szó a tantestületben, és igenis arról szól az egész helyzet szerintem, hogy megpróbáljunk előnyt kovácsolni ebből a nehéz helyzetből. Ha nem engedünk az újításoknak, akkor ebből semmi nem lesz. Egy gimnáziumi kolléga pont az ellenkezőjét mesélte, nehéz az az álláspont, hogy a lehető leginkább az online módszereket bevonva, projekt alapon, a kontaktórákat gyakorlatilag minimálisra szorítva próbáljanak meg tanítani. Ezzel egyébként nagy részt egyetértek, bár megjegyzem, hogy nem szerencsés az, amit ő is mondott, hogy az a gondolat van mögötte, hogy a napló az csak egy papír, ami mindent elbír, de nagyon fontos lenne, hogy a szabályok és törvények, és ez nem csak most, hanem mindig, összhangban álljanak azzal, hogy mi a legjobb a diákoknak, és mi a jó gyakorlat. Ehhez kapcsolódik amúgy részben a civil közoktatási platformnak is a mai nyilatkozata, amit mindenkinek ajánlok elolvasásra, illetve a Momentumnak, az általunk tanárok és más oktatáspolitikusok által írt sorozata, ami arról szól, hogy az új NAT az milyen módon változik az eddigihez képest. Na de ezekre térjünk vissza a műsor végén a sajtószemlénél, akkor egy kicsit még mesélek róluk, most inkább haladjunk tovább, és beszélek kicsit arról, hogy milyen volt a mai napom nekem. Megtartottuk az első munkaközösségi értekezletünket a Teams rendszeren keresztül, ami fantasztikus volt, mert egyben össze is volt kötve oktatással, egy lelkes apuka megmutatta azokat a funkciókat, amiket ő a corporate világban használ ebből a felületből a nap mint nap, és ami számunkra is hasznos. Most már én is tudom, hogyan kell megosztani a képernyőt, illetve azt, hogy hogyan kell videokonferenciát kezdeményezni, vagy hogyan lehet benne különböző csoportokat létrehozni, különböző fájltípusokat megosztani, úgy kiadni házi feladatot, hogy ugyanazt a feladatot minden diák külön-külön oldhassa meg, és én lássam külön-külön a megoldásukat, és más hasonló tippeket és trükköket, ami szerintem nagyon hasznos, hát majd ezekről konkrétan beszámolok, amikor látom a megoldásokat a gyakorlatban is. Az én óraimban rendszeresen előfordul, hogy kiadok önálló munkát, mostanában matekórán leginkább páros munkát, de néha csoportmunkát is szoktunk, az pedig inkább etikán. Ilyenkor ugye az ember járkál körbe-körbe, nézegeti, hogy ki hogy áll, ez nekem hiányzik a Teamsből, hogy nincs olyan felület, ahol egyszerre látom mindenkinek a monitorját, miközben zajlik a beszélgetés, tehát nem tudom azt helyettesíteni, hogy bele lesek a füzetekbe, hogy ki hogy áll, merre jár esetlegesen egy-egy szóval, hogyan lehetne segíteni, de majd ezen gondolkozunk, erre persze lehetnek más online platformok is, ahol ezek megvalósíthatóak. Na de elég belőlem, hallgassuk meg most már, hogy milyen volt az első 2,5 nap diák szemmel, hallgassuk meg Szofit és Gerzsont, meséljenek most ők. Kovács Gerzsa vagyok, egy budapesti belvárosi gimnáziumban tanulok, és idén fogok érettségizni. Hétfőtől számunkra is digitális oktatás kellett volna, hogy elinduljon, azonban nálunk ez csak csütörtöktől fog elindulni, és szerdáig tanítás nélküli munkanapok sorozatát jelentették be, úgyhogy számunkra holnaptól indul a tanulás. Addig is egyébként a tanáraink nem tétlenkedtek, megszervezték az online oktatás menetét a Microsoft Teams-en keresztül. Ide mindenki a saját iskola e-mail címével léphet be, és ezzel tud becsatlakozni az ottani oktatási csoportokba. Volt olyan tanár, aki már kommunikált is felénk, így például a matematika tanárunk megmondta, hogy melyik napokon fog matematika órát tartani nekünk. Küldött egy nagyon szuper videós összefoglalót, amin az egész matek tananyag fent van, és az órákon ezekből a matek tananyagok, ezekből a videókból lehet majd kérdezni, meg ezekkel kapcsolatos kérdéseket föltenni.
Angolból pedig az angol tanárunk azt ígérte, hogy nem is kell majd hanggal vagy képpel bejelentkezni, csak az adott időpontban jelen kell lenni és az általa kiadott feladatokat csinálni. Történelemből egyelőre annyi hangzott el, hogy aludjunk, és holnaptól lesz kommunikáció. A magyar tanárunk is megadta, hogy mikor lesznek a közös óráink. Egyelőre itt többet mi nem tudtunk meg, annyi, hogy az biztos, hogy ezek hívásban fognak működni ezek az órák, ami azért lesz elég érdekes, mert ez egy 32 fős osztály, akiknek magyar órát kellene, vagy hát fognak majd tartani. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogy fog működni, vagy mennyire fogjuk tudni egymást hallani, és mennyire lesz effektív a munka. Viszont az biztos, hogy ezek már videóhívásban lesznek ezek az óráink. Ami külön érdekes, hogy nálunk testnevelésből is van távoktatás. A tanárunk nagyon-nagyon lelkes. Van egy pontozó táblázatunk, bizonyos gyakorlatokért bizonyos mennyiségű pontot lehet szerezni, és megvan az is adva, hogy hány pontért milyen jegyeket kaphatunk egy hét után, tehát egy hét alatt összesítik a pontokat. Folyamatosan fel kell tölteni a képeket és videókat, amikkel igazoljuk, hogy bizonyos feladatokat elvégeztünk, és akkor a tanár ez alapján adja ki a pontokat és jegyeket, és minden héten hát jegyet lehet kapni távoktatásból, még testnevelésből is. Sziasztok, Varga Szofi vagyok a 10X-től, és az első távoktatásban eltöltött napomról szeretnék mesélni nektek. Először az általános tapasztalataimat foglalnám össze, utána pedig arról beszélnék, hogy hogyan is zajlott pontosan a mai napom. Szerintem összességében megfigyelhettük, hogy a tanárainkat felkészületlenül érte az, hogy át kell állniuk a távoktatásra. Nálunk ez összesen 2 napot vett igénybe. Hétfőn és kedden a pedagógusaink azzal foglalkoztak, hogy összegyűjtsék az e-mail címeinket, telefonszámainkat, kitalálják azt, hogy mostantól milyen formában tartják majd velünk a kapcsolatot, és hogyan fognak zajlani a tanóráink. Ma pedig szerdán már élesben kezdődött a távoktatás, reggel 8-kor egy matematika órán volt, ami Discord meeting formájában zajlott, szerintem teljesen zökkenőmentesen. Bár még csak arról beszéltünk, hogy milyen feladataink lesznek a következő hetekben, hónapokban, szerintem ez a platform a közeljövőben is remekül használható a matematika tanulásra és tanításra. Szó esett a dolgozatokról is, amiket úgy fogunk megírni, hogy megkapjuk a feladatokat e-mailben vagy a Discord csoportunkban, utána ezeket megoldani 45 percünk lesz, majd a megoldást lefotózva e-mailben kell visszaküldenünk a matematika tanárunknak. Ha már a dolgozatokról van szó, az első fizika dogánkat is ma kellett beadnunk Google űrlap formájában, szerintem ez is remekül működött. Matematika után dupla irodalmam volt, ahol e-mailben kaptuk meg az instrukciókat, egy órás videóanyagot kellett megnéznünk, ebből kellett jegyzeteket készítenünk, valamint a házi feladatot is e-mailben kaptuk meg, ezt holnap az óra kezdeteig kell elkészítenünk és visszaküldenünk e-mailben a tanárnőnknek. Azután orosz órán volt, ehhez az elvégzendő feladatokat már tegnap megkaptuk egy Messenger csoportban. A feladatlap a jelenlegi tankönyves anyagunkhoz kapcsolódik, és azt kitöltve e-mailben kellett visszaküldenünk. Biológiából és történelemből szintén e-mailben tartják velünk a kapcsolatot. Történelemből 4 esszét kell megírnunk a héten, ezeket ugyanúgy e-mailben kell visszaküldenünk. Biológiából pedig PPT formátumban kaptuk meg az órai anyagot, ezt kell kijegyzetelnünk magunknak. Az angol tanárunk még korábban felvette velünk a kapcsolatot a Facebook csoportunkban, ami már eddig is megvolt. Ő azt adta ki feladatként, hogy gyakoroljunk az előrehozott érettségire, illetve ismételjük az eddigi anyagot, és keressük bátran, hogyha angolul szeretnénk beszélgetni, vagy akármilyen kérdésünk van. Szóval összefoglalva a mai napot, szerintem egész jól ment, és jól sikerült, illetve lehet, hogy csak az újdonság varázsa miatt, de egyelőre elég érdekesnek tűnik a digitális oktatás, meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a közeljövőben, illetve mennyire fenntartható ez az állapot. Összegezve a kapcsolattartási formákat, a legtöbb tanárunkkal e-mailben kommunikálunk, ahogy eddig is. Néhányan létrehoztak Messenger csoportokat, illetve megjelent a Discord is, mint kapcsolattartási forma. Remélem tetszett a két beszámoló, és ha miatta nem is, Szofi és Gerzsó miatt követni fogjátok a következő vlog epizódokat, hiszen ők ugyanígy itt lesznek minden nap, és elmesélik a tapasztalataikat. Na de ha már Discord, vágjunk bele a mai sajtószemlébe, azt gondolom, hogy a legelső hírünk legyen az, hogy a Twitch-en közvetítette egy fizikatanár ma az óráját, ami egy szuper izgalmas kezdeményezés, az eSport egy is számot adott erről, ott elolvassátok a hírt.
Arról van szó, hogy a közvetítést 400 diák nézte már az első alkalommal is, ami egész jó, hiszen nyilván amúgy nem ülne senkinek a fizika órájára ennyi diák. Ugyanakkor persze nem lesz olyan interaktív, mint hogyha mondjuk a Discordon, vagy főleg a Teams-en, vagy a Google Classroom-on keresztül történne ugyanez, de mindenképpen érdekes kezdeményezés, mindenki buzdítok erre, szerintem lesznek még a Twitch-en tanóra közvetítések. Végül pedig a két már említett hírünk. Az első legyen az, hogy a civil közoktatási platform kiadott egy közleményt, amiben követeli a tanárok tehermentesítését és segítését. Nyilvánvalóan le van mindenki terhelve, de teljesen jogosnak tartom ezeket a kéréseket, hogy azokat a terheket, amik amúgy ilyenkor a pedagógusokra hárulnak, próbáljuk meg kicsit csökkenteni. Tehát például a NAT-tal kapcsolatos április 30-ai helyi tantervírási határidőt, azt töröljük el, sőt, ha lehet, akkor az egész NAT-nak a bevezetését. Ehhez hasonlóan mindenképpen fontos lenne azt is elgondolni, hogy mennyire fontos az adminisztráció, és mennyire fontos ehhez képest az órákra való készülés, ne kelljen duplán adminisztrálni, például minél jobban fogadják el a Teams-en történő óraadminisztrációkat, vagy legalábbis a Krétában szorítsuk minimálisra a teendőket akkor, hogyha valaki tényleg online órákat tart, és nem a Krétán keresztül csak kiad feladatokat. A momentum.blog.hu-n igyekszünk minél több írást az oktatással kapcsolatosan közzétenni. Ennek fényében alapvetően kettő sorozatunk fut most. Az egyik a digitális oktatásra való átállással kapcsolatos tippek, trükkök, ötletek. Ebben eddig kettő cikk jelent meg, illetve van egy korábban indult az új NAT-ot bemutató cikk sorozatunk, ahol eddig megjelent a fizikáról és a matematikáról az elemzésünk, ma pedig a bevezető célokról, követelményekről, célrendszerekről szóló elemzésünk. Mindenkinek ajánlom ezeket az írásokat, momentum.blog.hu-n az oktatás fűre kattintva eléri őket. Közben itt rám sötétedik, úgyhogy azt gondolom, hogy ennyit mára. Holnap majd beszámolok arról, hogy milyen volt az első nap a matek órákon a Teams-en keresztül, a kerületi és középponti szöveg tételével fogunk foglalkozni, illetve kiadom a projekteket az etika és az életviteli csoportjaimnak, ezekről is be fogok számolni, illetve természetesen hallhattok továbbra is Gerzson és Sophie legújabb kalandjairól. Tartsatok velünk holnap is, 6-kor jelentkezünk.